Nagyszebenben szerveznének Európai Uniós csúcs találkozót 2019. március 30-án, egy nappal a Brexit után. Erről Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke beszélt Strasbourgban az unió állapotának szentelt jelentés ismertetésekor. Az Európai Unió jövőjéről vitáztak ma Strasbourgban. Az Európai Parlament plénuma előtt Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke ismertette a következő év uniós politikáját meghatározó intézkedéseket. Többek között elhangzott, az unió bekeményít az illegális bevándorlók kapcsán, és kiutasítanak minden migránst, aki nem felel meg a menekült státusnak. Hangsúlyozta, Európa nem zárja be teljesen a kapuit, de a bevándorlást szervezett, törvényes keretek közé kell szorítani. Európának ugyanakkor nem szabad különbséget tenni a tagállamok között. Ahhoz, hogy még jobban megerősödjön, az Európai Uniónak befogadóbbnak kell lennie. Ha meg akarjuk erősíteni még jobban az unió külső határait, akkor késedelem nélkül meg kell nyitnunk Románia és Bulgária előtt a schengeni övezetet. Hasonlóan Horvátország előtt is, amint minden feltételt teljesítettek. Nagyon ambíciós, sok munkával járó terveket ismertetett a bizottság elnöke, mondta el híradónknak Winkler Gyula, az RMDS európai parlamenti képviselője. A beszéd még nagyon friss, a kielemzés csak ezután végzik el, de Románia számára több fontos kérdést is érintett a brüsszeli politikus. A schengeni csatlakozás terén is hamarosan reális előrelépésre lehet számítani, véli Winkler Gyula. Véleményem szerint a németországi választások után, amelyek lejárnak a következő hetekben, lehetőség nyílik arra, hogy rendezze a román kormány, illetve a bukaresti diplomácia ezt a kérdést. Óriási labdát dobott fel nekünk Jean-Claude Juncker, mármint Románia számára, nagyon nagy lehetőségeket körvonalazott, nem csak a Schengen csatlakozás kérdésében, hanem gazdasági kérdésekben, a belső piac, a diszkrimináció, a munkavállalók jogainak a területén. Jean-Claude Juncker ismét elmondta, hogy a Brexit elhibázott lépés, és a britek meg fogják bánni, hogy elhamarkodottan a kilépésről döntöttek. Egyébként pedig a Brexit után egy nappal csúcs találkozott hívott össze Nagyszebenbe. A helyszín nem véletlen, hisz 2019 első fél évében Románia tölti be az unió soros elnökségét. Ez újabb hatalmas lehetőség Románia számára, vélte Winkler Gyula, de hozzátette, ne feledjük, Románia elnök választási kampányban lesz, Juncker pedig ugyanannak a politikai családnak a tagja, mint Klaus Johannis.